A csepregi önkéntes tűzoltók tűzés balesetek szempontjából nyugalmasabb, de társadalmi szerepvállalás tekintetében sűrű évet tudhatnak maguk mögött. Bővült a felszerelés állomány, de a tűzoltóautó vásárlás egyelőre elmaradt. A vonulás szempontjából az elmúlt évek legalacsonyabb vonulás számát produkáltuk. Ez több mindennek köszönhető, egyrészt köszönhető, talán picit nagyképűnek hangzik a megelőző tevékenységnek, a figyelemfelhívó tevékenységeknek. A jogszabályok betartása az állampolgárok körében sokkal magasabb és sokkal intenzívebb, ezáltal kevesebb tűzünk és beavatkozásunk volt. Számszerűsítve 51 riasztást kaptunk az előző esztendőben 2016-ban, ebből 16 tűzesetünk volt, 22 műszaki mentés, tehát megint a tendencia az továbbra is az, hogy a gépjármű tüzek, vagy gépjármű balesetek és egyéb minden más ág, fakidőlés az magasabb számba jelentkezik meg, mint a tűzeset. És nagyon sok volt a téves jelzésünk. A tűzjelző rendszerek szállodákban, iskolákban sorba adták a munkát, ugye nekünk ilyenkor vonulnunk kell, szerencsére beavatkozni ezeken az eseményeken nem kellett. Sajnálatos, hogy a 2016-os esztendőt sem úsztuk meg halálos kimenetelő baleset nélkül, hisz kettő nagyobb baleset is volt, egyrészt Csepreg és Kisidány közötti útszakaszon volt egy nagyobb baleset, és a lócsi vasúti elágazónál, amit tudjuk szintén a sajtóban, többek értesülhettek róla, hogy vonatbaleset és egy osztrák házaspár gépjárművével történt karambol, ott sajnos mind a két érintett személy a helyszínen elhunyt. Tűzesetek közül egyet tudnék kiemelni, ami nagy kárral járt, az összes közül messze kiemelkedő, bőven egy mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozónak a sertéstelepén történt istállótűz. Talán köszönhető szintén a viszonylag közeli jelenlétünknek, a gyors beavatkozásnak, hogy amát, hogy milyen nagyértékű sertések és milyen darabszámmal voltak van az istállóban, nagyon sok anyakocát sikerült megmentenünk, de így is 9 állat elhullott, illetve egy jelentős alom, tehát kismalacok is, de viszont sokat meg is tudtunk menteni. Tehát az épület maga leégett, szerencsére a fiúk, tűzoltók, kollégák, bajtársak nagyon gyorsan kiterelték az ottani gondozó személyzettel az égő istállóból az állatokat, utána hatékonyan tudtuk a tűzterjedését megoldani, illetve megakadályozni. Az oltás pedig eléggé elhúzódott, hisz egy este történt a riasztás, és este 10 óra 11 óra magasságába, és másnap 9 óra fél 10-kor végeztünk a teljes kár felszámolásával, a teljes esemény lezárásával. Társadalmi oldalról eseménydús évet zártak a csepregi lánglovagok. Megtartották a hagyományos tűzoltónapot, Szent Flórián napját, 2016-ban is volt tűzoltó gyerektábor. Szakmai kirándulásokon vettek részt Balatonföldváron, és a megyei tűzoltónapon is szerepelt a csapat. Kapcsolatot építettek az erdélyi Korond, Farkaslaka és Székely Szent László tűzoltóival és egy szlovén csapattal. Voltak eszközfejlesztések is, de a tervezettek közül nem mindent sikerült megvalósítaniuk. Terveink között szerepelt 2016. évi esztendőre a költségvetésbe terveztük egy gépjármű tűzoltófecskendő vásárlását, tehát az IFA-t leszerettük volna nyugdíjazni, és helyette szerettünk volna egy korszerűbb tűzoltóeszközt vásárolni. Ennek több akadály miatt is meghiúsult. Egyrészt mivel más eszközökre többet kellett fordítanunk a tervezetnél, hisz ilyen rendkívüli kiadásaink jöttek az év során, ami nem volt tervezve, ilyenek, hogy a légzőkészülékeink közül, a légzőpalackjaink közül több nem felel már meg a minőségi követelmények, cserére szorultak, azokat kellett pótolnunk, vásárolnunk kellett, illetve a mögöttem látható tűzoltóautónak is az üzemanyagrendszere hibásodott, meg azt kellett javítani. A legnagyobb kiadás viszont az okozta, hogy az eszköz, ami bent van, a feszítővágó berendezés komplett hidraulika csőrendszerét azt cserélnünk kellett, ugye ezt kötelezően a szervizt végzők ezt már előírták, tehát további nem használhattuk, addig vállaltak rá garanciát, és ez egy több mint 1,3 millió forintos kiadás, egyösszegű kiadás volt, ami érzékenyen érintette azt a büdzsét, ami az autóra volt félretéve. Nem mondtunk le erről a folyamatról, hogy az autót leváltsuk. Tartalékoltunk egy nagyon kevés kis pénzt, ami még megad, azt át fogjuk csoportosítani 2017-re, megkeresünk minden olyan lehetőséget, ami még plusz forrásokhoz
juttat bennünket, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy Bükk városának megköszönjem a támogatásukat, hisz 2015 évvégén sikerült egy megalapodást kötni velük, és egy támogatási szerződés kapcsán egy jelentős összeget utaltak a folyószámnak, egy 1 millió forintos összeget a gépjármű vásárláshoz. Sajnos 2016. december 31-ig ezt nem tudtuk az előző okok miatt ezt megvalósítani. Kértük a meghosszabbítását, hisz nem tettünk le a folyamatot. A gépjármű vásárlását az is akadályozta, hogy Ausztriában nagy a kereslet és szűkül a tűzoltó autó kínálat, valamint az árak emelkedtek. Németországban és Hollandiában keresnek tovább megfelelő autót. Meg kell említenem, és mindenképpen el kell mondanom, hogy a Tűzoltó Egyesület pályázott a BM, OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség eszközbeszerzési pályázatán, amin az egyesületek támogatása a fő cél, és ezen egy közel 700 ezer forintos eszközpályázatot nyertünk, amiből, ami most már évek óta szintén húzódó és problémát okozó mászóövek cseréje megkezdődött. 10 mászóövet tudtunk így pályázat útján kapni, illetve kesztyüket, védőkesztyüket, tűzoltó szakfelszereléseket és sisakot tudtunk kapni, vásárolni. Múlt év végén Kovács András a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökétől Szent Flórián érdemérmet kapott, ami a szövetség elérhető fokozatai között a legmagasabb, a Gróf Széchenyi ödöndíj mellett, amit már az előző években megkapott. Kovács András elmondta, igaz, hogy ő kapta a díjat, de a csapattal együtt érdemelték ki. Úgyhogy köszönöm szépen a felterjesztőknek mindenképpen. Hogy miért, azt így nehéz lenne megfogalmazni, nagyon sok mindenért talán, vagy nem tudom, hogy miért. Tesszük a dolgunkat. Szövetségen belül is, azt gondolom talán nagy súlyt nyomott a latban, hogy Vasmegyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség szervezte meg a 7. országos ifjúsági tűzoltó verseny Szombathelyen, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatban lévő, nagyon színvonalas, nagyon magas a városhoz, a megyéhez és hozzánk tűzoltókhoz méltó, nagyon magas színvonalú tűzoltó rendezvényt tudtunk le egy kétnapos rendezvény keretében. Ezen kívül a Tűzoltó Szövetségen belül a nemzetközi kapcsolatok építésében talán szerénység nélkül mondhatom, hogy jelentős szerepet vállaltam, hisz nem csak az osztrák, hanem elsősorban a szlovén, és most már az erdélyi kapcsolatok építése is megtörtént. Szlovéniában több alkalommal voltunk kint, a Tűzoltó Szövetség több alkalommal találkozott szlovén tűzoltó barátokkal, Magyarországon is, és kint Lentvány, illetve Szlovéniában. Ezt szeretnénk folytatni, és talán ez adott okot arra, hogy ebben az év végi találkozón Budapesten ezt az érmet átvehettem.